Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Emlékezni jöttünk, hiszen fájó szívvel vettük tudomásul, hogy október 28-án elhunyt 77 esztendősen Folti Jolán, az első budapesti táncház egyik megteremtője, Kossuth és Kossuth díjas koreográfus, a nemzetművésze. És hát azért invitáltuk meg az ő egyik barátját, mert hogy ő az, aki hitelesen tud erről az időszakról beszámolni, hogy mi mindent köszönhet a magyar népművészet és folklór Folti Jolánnak, illetve annak a kornak, amikor megteremtették annak a lehetőségét, hogy a magyar népművészet valóban mindenkié lehessen. Vendégem Botos József, Székesfehérvár díszpolgára és Folti Jolán barátja. Tisztelettel köszöntelek. Köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Egy rövid gondolatsort Folti Jolántól. Mondják, a női lélek a folytonosság, az élet maga, a szeretni tudás művészete, ezt nehéz közhelyek nélkül megfogalmazni. Mégis ez a téma érdekelt, ez foglalkoztatott hosszú, de visszatekintve elröppenni látszó tánccal töltött évtizedeimben. Csoda volt, hogy táncolni kezdtem, csoda volt, hogy milyen műhelybe cseppentem, a legnagyobb csoda pedig az, hogy találkoztam a néptánccal, annak drámai erejével, hatalmas szótárával. Boldog vagyok, ha sikerült belőle olyan mondatokat is összeraknom, amelyek talán csak az enyémek. Ezt Folti Jolán írta az ő pályafutásáról 75. születésnapján egyéb iránt. Erről fogunk beszélgetni. Előtte azonban nézzük meg egy csodát, hiszen ezt neked köszönhetjük. Jön a mondóka. Mielőtt megnéznénk, beszéljünk erről a koreográfiáról röviden. A mondókáról? Igen. Hát, nekünk is nagyon megtetszett, mindjárt Fehérvárra lehoztuk és betanítottuk. Pontosabban ő tanította be. Kis Anna versére. Nagyon szerette a versekre való koreografálást, és Kis Anna volt az egyik kedvenc költője, és hát a szerelemről írt ő a legtöbbet. És hát ő is abban a korban volt, amikor megfogalmazta ezt a mondóka, szerelem, szerelem. Ugye szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem, ugye a néptalban számtalan helyen bent van, ebből egy gyönyörű vers született, és akkor egy gyönyörű koreográfia a Joli részéről. És hát egyáltalán a koreográfiában ezek az asszony sorsok, ugye ő maga is három gyereket szült, közben ben volt a szakmába, koreográfált, abszolút művészemberként színházakban, különböző gyerekiskolákban, művészetiskolákban tanított, szóval hátán vitte a szakmát, amellett, hogy közben három gyereket. Nem kívül érzékeny művésznő volt, azt hiszem, hogy nem is találkoztam hasonlóval, mert nem során, aki ennyire tisztán, világosan látta a dolgot, és gyönyörű megfogalmazásai voltak a táncaiból, és egészen másképp. Ha egy gyerek dologhoz nyúlt, mondjuk egy talalaj, vagy egy kiszejátékot, egy farsang köszöntő, búcsúztató, vagy egy tavasz köszöntő játékhoz, azt is olyan egyénien tudta megfogalmazni, hogy csak ámultunk, hogy ezt így is lehet. Egészen más volt addig ez a kicsit naturalisztikus fogalmazások, amit a koreográfiákban általában divott. Ő egy teljesen új látásmódot hozott ezzel. A mai napig, amikor ment a színházba az egyik koreográfiát alaj, a mai lányok fogalmazták, akár most is táncolhatnák, annyira érezzük, annyira szeretjük, annyira nem porosodott meg, úgymond, és a mondókát, az pedig akkor 60 lány táncolt, tehát valamennyi generációig táncolta tulajdonképpen, és mikor ilyen évfordulón összejönnek, ez a kapásból föláll mind, és egy próbával eltáncolják a lányok, és hát hihetetlenül szép ez a változat, amit a mondókában láthatunk rögtön a műsorban. Én nekem ez a legszebb változat, a Jolitól az egyik legkedvesebb emlék, ez megmaradt, és a lányok kezével, a lábában is megmaradt. Akkor nézzük meg, azt javaslom. Éjszaka kék tolupába, szállj be a tiszta szobába, szilva szemperdülj az ágra.
szilvaszem perdülj az ágról. Éjszaka két tolupába, szállj be a tiszta szobába, szilvaszem perdülj az ágra, szilvaszem perdülj az ágról. Szilvaszem perdülj a tálba! Majd az éjszaka pába, nyílik a tinta virága, várlak a tiszta szobába, éjszaka kék tollukába. Hallj meg a tiszta szobába! Kérem szépen, fenséges látvány volt, annyi szent. Hát igen, a költészet és a tánc is szépen összejött, egyébként Kis Ferenc készített a zenéjét hozzá, vele sokat dolgozott együtt, és valamennyi koreográfiát szinte Ferivel csinálta. Ő valamikor a Vízöntő együttesben játszott, még a ABDS-bőli táncegyüttest kísérték, és így indít a... Ugye most a Tilinkó zenekartól hallottuk. Itt most a Tilinkó zenekar kísérte természetesen. No, ugye beszéltünk Fortin Jolánról, ugye azt kevesen tudják,
azért említsük meg, hogy első házasságában Novák Ferenctől született Novák Eszter filmrendező, aki egyébként nemrégiben volt a Fejérvár Televízió vendége, hiszen itt is rendezett Székesfehérváron, és hát Novák Péter a másik gyermek, tehát két híres gyermek. No, viszont ami nagyon-nagyon fontos, hogy kicsit evezzünk a mélyre, menjünk vissza a múltba. Miként találkoztál te magad ezzel a legendával, hiszen a táncház mozgalom alapítására tehető az a találkozás, ami meghatározta azt hiszem, hogy a magyar népművészet életét, és a tiédet is. Hát köszönöm ezt a kérdést, tehát mint egy 50 éve történt ez már, amikor is ugye 20 éven keresztül nem volt táncművészeti felsőfokú képzés ebben az országban, 54-től egészen a 70-es évekig, 25 évig. És már borzasztó nagy igény mutatkozott, az együtteseknél hiány mutatkozott a szakemberekből, és akkoriban a Ifjúsági Intézet indított egy ilyen felsőfokúnak nevezett tanfolyamot, és akkoriban csak protekcióval lehetett szinte oda bekerülni, mivére véletlenül kerültünk bele fehérváriak, annál is inkább, mert mi még akkor nem voltunk a együttesek élvonalába, és nem kerültünk képbe, hanem a legjobb együttesekből a táncosokat. Így a Bihari Bor, ugye a Joli, aki a Novák Ferinek a feleségeként, a Timár Sanyi felesége volt, a Heks Katalin, aki ő a révén, a Lizdíjas táncosok, a Molnár Lajos és a Argitai Luci voltak a következők, és az Ungareszkából ugye Horváth Jancsi, Antal Laci, aki a Szánszeti Főskolának a decanse lett a Szombathelyen. És hát sorolhatnám végig az országot, a Cigándi Nagy Pistát, akinek aztán végig is a Román Sanyi lett a tanítványa, őt nézt ki ebből a műhelyből, Nagy Albert Szegedről, a Pécsi Mecsektől, soroltnám Boda Jóskát, 16-an voltunk. Hát ebből már csak páran maradtunk, most már ebből is mind a fehérváriak, és még 2-3-ról tudok, akik még élnek. És hát a Júli volt az osztálynak a szószólója, és ő mondta egyszer, hogy menjünk el a Liszt Ferenc utcába, mert egy fontos dolog történik. Egyébként is a Júli mindig mozgatott bennünket, hogy most menjünk el ebbe a színházba, abba a színházba, hogy most menjünk el hozzájuk a lakásra, így volt szerencsém találkozni, akkoriban Sütő Andrással, akkor a Vujicsics Tihamérral, és hát számtalan művész emberrel, Nagy Lászlótól kezdve sorba. Ez egy műhely volt, élveztük ezeket a pesti ottléteket, mert mindig megmondta, hogy mikor mi van, hol van, mikor kell menni, hova meg kell menni, így volt a táncház is. És akkor belecsöppentünk egy olyan világba, amit mi ugyan tanultunk könyvből már, akkor a Martin György volt a tanárunk, és azt a könyvét, amit akkor írt már szakdolgozatként, már jelentette meg, sorba publikálta azokat a gyűjtéseket, amit addig gyűjtött. Mi voltunk az első generáció, aki ebbe találkozott. És hát elvittek a táncházba, meg megláttuk azt a filmet, amit a Novák Feri, a férje, aki szakdolgozatot is szintén szék hagyományából, és bemutatták azt a filmet, ami ma is azóta a táncházakban közkincsét tették, mindenütt látható, az első klasszikus felvételgyűjtés, hangos filmet ráadásul. És kitárult előttem egy teljes középkorú táncvilág, ami a parasztok megőrizték azokat a táncciklust, mint a régi stílusú táncokat is megőrizték, és az újabbak, ahogy jöttek a divatba, mind sorba rakottak hozzá, és egy 7 táncból álló táncciklust alkottak meg, és egy végtében táncolják mindig végig ezekben a táncházakban. Ilyen nem maradt sehol a világban meg. És hát ezzel úgy csodálkoztunk rá, a pesti fiataloktól kezdve, akkor még a hosszú hajú fiatalok jártak a táncházba, és hát mindegyik nagy bitrajongó és egyéb volt, hát mint akit melbe vágtak, szóval annyira megérintett mindenkit. Ugye a Sebő Feriék aztán elkezdték a népzenét, és akkor elindult ez az egész minden, de ez aztán mindenre kihatott. De ez egy csoda volt, hiszen ha visszaidézzük, hogy ki mindenkit köszönhetünk, ugye Kallós Zoli bácsi, András Falviék, a Pesovár fivérek, aztán megjelentek az zenészek, Halmos, Sebőt említetted, nagyon-nagyon, és szép sorban, jöttek azok a koreográfusok, akik ugye Martin Györgyről beszéltél, itt vagy te magad, Folti Jolán, Tata, Novák Tata.
Tehát csupa olyan ember, akinek köszönhetjük tulajdonképpen, hogy az egyedülálló magyar folklórkincs megmaradt. Hogy tudtátok egymást inspirálni? Hogy zajlottak azok a találkozók, mikor így összejöttek? A közös ügyszeretet elsősorban, de akkor, mikor megláttuk, hogy a pesti fiúkon, mit tudom, egy széki kabát van, vagy széki kalap van, és ők ezt fölvállalták, akkor vidékre is ez rögtön ugye elterjedt. Hoztuk mi is a körösfeketodói hásárból a mindenféle bujkákat és egyéb melleseket, és hát ezeket vadásztuk. Azt hiszem, soha annyi néprajzi jellegű könyv, a balladák könyvére gondolok, például a Kallói Zoli bácsinak az első könyve. Ennyi példány még folklór jellegű könyv Magyarországon nem fagyott el, mint akkor. Tehát megindult valami, és azzal indult meg, hogy ezek a pesti fiatalok akkor fölvállalták a táncházakat. A paraszti kultúrának ezt a fajta szeletét, és ugye a másik lépcső az volt, amikor a sebőjék megkinyitották az ajtókat, hogy a külső emberek is bejöhetnek, mert először csak úgy gondoltam mindenki, hogy az együttesek összejárnak és szórakoznak egymással, itt a falábúakat nem engedik be magunk közé címmel, ugye, és akkor kiderült, hogy ez volt a másik nagy találmány, aztán Csóri Sándor is nagyon szépen megfogalmazta ezt, ugye, hogy két nagy találmánya van ennek a néptáncügynek, amikor fölkerült a színpadra, 1840-es években, hogy hirdesse a magyar táncot, ez is forradalmi tett volt akkoriban, és amikor lekerült újra a táncházba. Igen. Így van, hát az csoda, tehát ha csak a fehérvári táncház mozgalom kialakítására gondolunk, az is egy csoda volt részetekről, viszont egy jó ideig azért a hatalom a táncházat megtűrte ugyan, de ahogy Folti Jolán életrajzából is tudjuk, ő például első elismerését, függetlenül attól, hogy azért egy rendkívül ismert ember volt, 1984-ben kapta, ugye akkor kapott Erkel Ferenc díjat. Tehát hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a hatalom is elismerje, hogy a népművészetnek ez az ága, a táncházmozgalom, illetve tehát a népi kultúra, a tánc is egy igazi művészet. Tehát abban a korban, amikor elkezdtétek, mi minden történt abban a 10 évben? Azt tudjuk, hogy a Fejér megyei népi együttes a vezetéseddel először Ásóval, aztán veled elindult. De mi történt párhuzamosan másutt, amit szintén ennek a csapatnak köszönhetünk, tehát Folti Jolánéknak és átételesen nektek természetesen? Hát ugye a pesti táncházak után mi voltunk az a generáció, amelyik hát vidékre levittük ki a maga városában, és mind segítettük egymást, és elindítottuk ezeket a táncházat. Mindenki azt gondolta, hogy ez csak egy divat lesz. 2-3 hét valamennyi névfelelő kollégám, hát ez majd lecseng pár hónap és kész. És akkor most már eltelt jó egy néhány esztendő, és még mindig megy, és meg kell, hogy mondjam, hogy ma már azt gondolom, Pesten sem lenne új táncház, ha a vidék nem táplálná azt, a Pestre került főiskolások, egyetemisták, ugye kerültek ott. Most ez a generációnak egyébként a táncházakon kívül, a Julival az élen, ugye, sok mindent tett akkoriban. Tehát egyszerűen kezdtük a gyerekmozgalmat szélesíteni, és lettek utánpótláscsoportok, nagyon sok gyerekcsoport alakul. Akkor bekerült a műszeti iskolákba, az iskolába a táncoktatás. Ez mind ez a generáció hajtotta, hogy a Táncművészeti Főiskolán legyen néptánc főiskolai képzés, hisz tanárok csak azok lehetnek, akik a főiskolát ugye. Akkor az, hogy a zenekar, a zené bekerüljön a zeneiskolákba, hogy Magyarországon magyar népzenét lehessen tanulni zeneiskolában, ez is. Akkor a megreformálás az egész szakmának, hogy területeket hoztunk létre, 3 megyéhez tartunk el, mindegyett anott rendszert hoztuk létre, a fesztivál rendszereket megújítottuk, hogy legyen szólónak, legyen a kamarának, legyen a csoportoknak, legyen a közepes vagy kis csoportoknak, és legyen a nagyobb együtteseknek is közös fóruma, hogy ne kelljen együtt egy teljesen egyenlőtlen körülmények között birkozni egy falusi együttesnek, mondjuk egy budapesti művész együttessel egy színpadon vetélkedni, hogy melyik a jobb. El kellett kategorizáltuk, és bennük ezt a minősítő rendszert, ki hova tartozik, és ki kivel, és akkor hogyan lehetett tovább lépni. Ezt az egész rendszer, ez a generáció hozta létre. Ma már természetesen tanítványaink vannak mindenütt,
kivétel nélkül valakinek a tanítványa, tanítványa a tanszínű főiskolától kezdve végig az egész szakmába, az állami építési bezájáról mind ezek viszik a szakmát, mind a mai napig. Most már talán a harmadik generációs tanítvány vannak. Hát, ha csak azt nézzük, hogy a veled kezdődött minden, úgy tetszik, aztán jött Gazdag Béla és a Török Sanyi és az őkora, aztán a Majoros Bandiét. Illetve a nem tudnám végig sorolni Málasanyi. És így szépen sorban. Igen. Viszont az is nagyon fontos volt, hogy kinyílt a határ. Tehát Felvidék, Délvidék, Kárpátalja, Erdély, Párcium, Székelyföld, az mind-mind a tiétek lett. És többek között ez is annak köszönhető, hogy ti ott voltatok a kezdeteknél. Hát ugye ott kezdődött, hogy mi az iskolai tanulmányaink során semmit nem tudtunk ezekről, hogy határon túl egyáltalán magyarok léteznek. Semmit. Ugye jött aztán ez a fajta megismerés, hogy úgy kellett megtanulnunk a tánzdialektusokat, ugye, hogy nem volt térkép, de ezt a követelmény volt, ezt meg kellett tanulni, akár honnét szereztük, aztán mindenféle pult alól mentek, mindenféle írományok, és akkor próbáltuk fölvázolni, hogy mégis mi hol van. Megtanultuk a városneveket, a hegyeket, a folyókat, a dalokat, a táncokat, a történelmet, a földet, mindent meg kellett tanulni ahhoz, hogy megértsük. Mert ugye, mikor föltesz egy ilyen kérdést nekem a tanárt, és akkor a gyímesiek milyen vallásúak? Ugye? Hát holnap felé azt sem tudtam, hogy gyímes létezik. És akkor ugye ezeket mind-mind a végén meg kellett tanulni, és ma már ez hál' Istennek olyan szinten megy, és az egész népművészet területre értendő, mert aztán ezzel a területre bekapcsolódtak a díszítőművészek, a kézművesek, és sorban mindenki, hisz egy gazdája volt ennek ott a Népfős Intézetben, a Borbé Joli volt a kézműves területnek a gazdája, aztán ő táncból indult, Martin Györgynek volt a felesége, és táncgyűjtésekből indult, de látta, hogy milyen szép szőttesek, minden egyebek vannak. Ugye hát először ugyan Kodály hívta fel erre a figyelmet, a Széki gyűjt, meg a Lajta László a nagy gyűjtéseknél. Hát ahol ilyen szép díszítések vannak, uraim, meg olyan szép vázák, meg dalok, hát tánc is van, valaki gyűjtse már össze ezeket. Hát így kerültek Martinék is az előadásai során erre a gondolatra, hogy akkor ők fölvállalják ezt a táncot. És hát a Joli, aki bekerült a Népfési Intézetbe a szakelőadónak később során, ugye mindenki valami fontos pozícióba került, és így ki a minisztériumhoz, ki ide, ki oda, és segítettük, hogy ez az ügy előbbre menjen, és kiverekedtük ezeket a műszetiskolák sorát, és minden egyebet, hogy ezek mind-mind-mind fontosak is legyen. Ami elkísér bennünket a máig, és ezért is kértelek, hogy fogadd el ezt a meghívást, hogy beszéljünk egy kicsit róla. Nyilván ez napestig tarthatna, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos volt ez a 25 perc, amit egy kicsit megidéztük az ő emlékét, meg mindazokét, akik nagyon sokat tettek azért, hogy valóban, ahogy elkezdtük, hogy a magyar népművészet és folklór az ilyen nagy becsben legyen hazánkban. Én köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és azt hiszem, hogy Foltin Jolára úgy fogunk emlékezni, mint az ászlóvivője a magyar néptánc mozgalomnak, illetve a magyar folklórnak. Köszönöm a lehetőséget, köszönöm szépen. Kedves régi barátom, beszélhettem. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, elbúcsúztunk ilyen formában is Foltin Jolántól, aki életének 77. esztendejében elhunyt, és sajnos nem lehet már velünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha táncai itt vannak mindig. Viszontlátásra!